Ez az autó érvényes jegy megváltása nélkül parkolt a fizetőssé vált Sólyom utcában. Az ellenőrök május közepéig csak felszólítják a szabálytalanul parkoló autók tulajdonosait, azt követően viszont akár 3000 forintos büntetés is kerülhet a szélvédőkre. A Nyír VV parkolási csoport vezetője szerint a belváros közelében lakók életét jelentősen megkönnyíti majd az új szabályozás. Az ingyenes területeken ugyanis előfordult, hogy a 98%-os telítettséget is meghaladta az ott parkoló autók száma. Ezeket a területeket elsősorban a lakosság kérésére próbáltuk meg bevonni fizetőparkolóba, ugyanis ezek nagyon terhelt területek voltak, hiszen közvetlenül fizető zónák mellett helyezkedtek el. Megcsináltuk az előírt felméréseket, a 70%-os telítettséget minden területen tapasztalhattuk, így volt lehetőség arra, hogy valóban fizetővé tegyük ezeket a területeket. A változás 12 útszakaszt érint, melyek közül egy kivételével mindegyik a kettes parkolási zónába esik. Május 1-től tehát fizetős lett a Vasvári Pál utca, Holló utca, Sólyom köz, Hadzell tér, Csillag utca, Bújtos utca, Pazonyi tér, Deák Ferenc utca, Kölcsey Ferenc utca, Kisernő utca, valamint a Józsa András utca is. Az érintett utcákban lakók és állandó lakcímmel rendelkezők 4070 forintért vásárolhatnak egész évre érvényes bérleteket.